Rókatáncot 1995-ben készítettem, de már gyerekkoromban, amikor elém került a Néprajzi Lexikonban egy fotó a rókatáncról, egy kis cigány gyerek a porban rókatáncot tánc, az nagyon nagy erővel hatott rám, hogy gondoltam, hogy valamikor életemben biztos, hogy fogok csinálni egy ilyen koreográfiát ebben a témában. Budapestre kerültem a 70-es évek elején, a keleti pályaudvaron kis cigány gyerekekkel találkoztam, és 2 forintért vagy 1 forintért eltáncolták a rógatáncot, mindig bácsi, bácsi, hát ilyen fiatal srácként leszálltam a vonatról, és ott jöttek ilyen kis cigány gyerek, és mondták, hogy Bélásért eltáncolom a rógatáncot, és akkor legugoltak, és akkor elkezdtek énekelni, mormoltak magukba, és akkor elkezdték a rógatáncot táncolni. Eredeti filmeket néztem az Névütesnek az archívumából, és az akadémiai felvételekből az 50-es években készített őket Martin György és munkatársai, és ott is Bekölcei farsangon, ott térden járkál egy paraszt ember a farsangnál beöltözve, vicceskednek egymásra, és a szájában lógatva, mint a tyúkot lopna a róka, például vitte egy sapkát vitt a szájába lógatva. Tulajdonképpen ezt a 3 tételes koreográfiát ezekből az elemekből állítottam. Szóval, mint tehát kicsit a szakirodalmat utána olvasva, öreg cigányemberek tulajdonképpen úgy varázsolnak, hogy hamut szórnak a fejükre, ez zsidó táncokban is megvolt, de öreg cigány emberek a porba ülve hamut szórnak a fejükre, és tulajdonképpen koituszt művelnek a földön, a földdel és a termékenységet. Tehát egy picit messzebb visz ez a gondolatban, ez attól, hogy most ezt hogyan lehet megfogalmazni egy ilyen rókatáncot és egy életet, ezzel hogyan lehet tükrözni egy gondolatot. Balogh Béla, nagyecsedi cigány táncos, aki én nagyon jó barátságban voltam. Sajnos ő fiatalon korán meghalt, és az ő emlékére 1995-ben készítettem igazából a koreográfiát. Az első tételében gyerekeket akartam ábrázolni. Megmondom őszintén, már érett előadó voltam, de nagyon nehéz volt gyerekeket utánozni táncban. Nagyon sok archív felvétel van, tyukodi 50-es évekbeli felvételeken. Mikor felvették a kutatók az idősebb embereknek a táncát, akár cigány embereket is, akkor a gyerekek odaszaladt a kamera, és ők is ott mozogtak, és ütögették magukat, és ők is ilyen gyerekesen táncoltak. Most ezekből a motívumokból, ezekből az elemekből állítottam ezt az első tételt. És ott ilyen gyerekesen akartunk táncolni. Megmondom őszintén, nagyon nehéz felnőttnek gyereket táncolni, tehát ez óriási feladat volt. És természetesen bekerült a sapka is, hogy játszottak a gyerekek, kijátszott a sapkával, elveszük egymástól. És a második tételben már Künzler Áginnak a cigánytáncra, a Kályeg együttes feldolgozására táncoltuk el a cigánytáncot tulajdonképpen a táncos kollégámmal, tehát egy ilyen párban. És a harmadik tételben pedig hát picit elvonatkoztatva a történettől valóban egy földön fekvő sapkát egymásnak dobáló, egymásra fekvő, elnyúló, lassított mozdulatokban
tulajdonképpen egymást kergető, játszó két kis, tulajdonképpen azt mondtam, hogy állatutázó táncot koreografáltam, lefekszünk, átdobjuk a labdát egymásnak és a sapkát, akkor az egyik férfi, akit én táncoltam, föláll és veszi a kabátját, és elvonul, és ő kivonul a térből, kivonul a színpadról, és a kis cigány gyerek, a kis róka marad egyedül, és az örök élet mezején táncol tovább. Nem az hal meg, aki elmegy, aki felnőtté válik, hanem az a tudatlan gyerek, aki ezeket a mozdulatokat végzi. Tehát ez nagyon fontos, hogy olyan mozdulatokat építettem a koreográfiába, amelyekről az ember nem tud semmit. Tehát nem tudod, hogy mit jelentenek, nem tudod, hogy mit jelent, amikor a földön feksz, és tényleg ütögeted oda a csípődet jobbról, balról, nem tudod, hogy mit jelent a sapka, nem tudod, hogy mit jelent az a guggon táncolás a végén, de tényleg a kisgyerek tudat alatta megoldja ezeket a mozdulatokat, és mégiscsak ő tovább játszik valahol a végtelenben.